Sziasztok! Újra itt vagyunk a Street Kitchennek a teraszán, és itt van velünk Marian is. Sziasztok! A mai napon, amint láthatjátok is, virágokról lesz szó, mégpedig az ehető virágokról. Én ugye szoktam használni desszerteknek a díszítéséhez, meg ugye elég sok virág van, amit igazából meg is ehetünk, salátákba is szoktuk keverni, meg ugye én például ugye a sütik díszítésre, mint ahogy mondtam, meg ugye vannak, amik nem ehetők. Mik vannak itt? Nyilván valamit felismerek, napraforgó. Na, és még mit ismersz fel? És egyébként van a képben egy kakukk tojás is, amelyik nem ehető. Van levendula, ez a bazsalikon, mert ezt egyébként mi ültettük, és nem tudom, ez árvácska? Igen, árvácska is van. Kakukk tojásnak a leanderre gondoltam, mert ja, hogy az nem hát ehető, igen. Hanem az egy mérgező növény, és azért a virágoknál, az ehető virágoknál, ezeknek a felhasználásakor nagyon fontos, hogy utána nézzen az ember, hogy mi az, amit tényleg rá lehet tenni, akár egy desszertre is, mert ha csak egy leander virágot teszel rá egy sütinek díszítésre, már azzal is ugye nagy bajt lehet csinálni. Úgyhogy ez a videó is arról fog szólni, hogy mik azok, amiket nyugodtan használhatunk és elfogyaszthatunk. Most még virágzik a napraforgó, de azért ne álljunk meg egy-egy tábla napraforgó mellett, és ne onnan szedjük le, mert sajnos azokat ugye folyamatosan permetezik, hanem vessünk otthon magról. És az otthon termesztett napraforgónak a szirmait, azt nyugodtan felhasználhatjuk. Egyébként állítólag, én nem vagyok egy nagy articsóka szakértő, de articsóka íze van a napraforgónak, a szirmainak. Úgyhogy hát azt a Lilla szeretné, én annyira nem lehet tesztelni. Ez még egy nagy kedvencem, ez az izsópnak a virága, ez pedig itt a mentának a virága. Amit érdemes tudni erről a két növényről, meg úgy általánosságban a fűszernövényekről, gyógynövényekről elmondhatjuk, hogy mindegyiknek felhasználható a virágzata, tehát akár itt van a bazsalikom, akár szedhetünk majd még mentát, kakukkfüvet, ezeknek mind a virágai is fogyaszthatóak. És akkor ami még van itt és nem esett szó róla, az a mini rózsa, illetve még van itt mini szegfű. Szerintem ez is egy nagyon jól díszítő alapanyag, akár süteményekről, fagylaltról, akár köretekről van szó, vagy salátákba is bele lehet tenni. Ezeknél a virágoknál, és ha megveszed egy kertészetben őket, akkor azért legalább egy hónapig ne feltétlenül kell ezeket leszüretelni, mert ugye nem tudhatod, hogy a kertészetben mivel permetezték őket ahhoz, hogy ilyen jól nézzenek ki, mint amikor megvásároltad. Szerintem egy hónapot érdemes várni, és utána lehet őket szüretelni. De szerintem akkor most vágjuk le a bazsalikomot. Ezzel meg is vagyunk, eléggé lenyírbáltuk ezt a bazsalikomot. Igen, ez így nagyon szép. És akkor ezekkel igazából mit tudunk csinálni, meg az merült fel még bennem kérdésként, hogy ugye a levelének tudjuk, hogy milyen íze van, azt tudjuk, hogy mire szoktuk általában használni, milyen ételekbe, de hogy a virágjának is ugyanolyan íze van, tehát hogy jön ez a bazsalikomos intenzív íz. Hát ezeket a szárakat például fel tudjuk használni arra, hogy paradicsom szósznál beletesszük, úgyhogy amit kérdeztél az elején, hogy ki kell dobni, abszolút nem. Szószokhoz, sültek mellé oda tudjuk tenni. A virágaikat fel tudjuk használni desszertekhez, díszítéshez, limonádéhoz, vagy jégkockákba téve például. És nem teljesen ugyanaz az ízvilág. Például a bazsalikomnak a virágában van egy kis ilyen citrusosság, úgyhogy enyhébb bazsalikom íze van, de nyilván hozza azokat a bazsalikomos jegyeket is. De felfedezhetőek benne még ilyen fehér virágos ízjegyek. Szinte az összes fűszernövénynél, gyógynövénynél elmondható, hogy érződik magának a növénynek az íze, akár itt az izsópnál is, tehát ezeknek a virágoknak is van egy izsópos jellegű íze, de sokkal enyhébb, ilyen szerethetőbb formában. Most elég sok fűszernövény virágzik a kertben, van levendula, lila bazsalikom, menta, kakukkfű, ezeket szerintem szedjük le és gyűjtsük össze. Na, meg vagyunk a szürettel, és jégkockában is nagyon jól mutatnak ezek a színes ehető virágok, úgyhogy hoztam is egy párat. Tényleg nagyon szépen. Nagyon jól néznek ki. Gyönyörűek. Az ilyen szirmoknak a szárításának ez az egyik módja, hogyha kevesebb van, akkor szerintem ez tökéletes megoldás, hogy kiteríted egy tálcára, de egyébként akár így egészben a növényeket is rátehetnéd egy tálcára, és hogyha megszáradtak, akkor majd utána lemorzsolod a növényről. A szárításnál arra ügyelj, hogy napfénytől védett, szellős, de száraz helyen kell ezeket szárítani, és igazából, amikor már könnyen morzsolhatóvá válnak, akkor el lehet tenni őket jól záródó, tiszta üvegekbe is egész télen. De hogyha már ennyire sok ilyen kis friss virágunk van itt, meg ugye szedtünk kis virágokat, meg levendulát, meg ilyeneket, akkor arra gondoltam, hogy ugye mindig meglepek valakit ilyenkor egy édességgel, úgyhogy most is csinálok valamit, és hamarosan kihozom, és akkor meg tudjuk kóstolni.
Meg is hoztam a sütiket, parancsolj, meg tudjuk kóstolni. Igazából egy nagyon gyors erdei gyümölcsös fagyit készítettem, valamint egy mikrós piskótát, ami még annál is gyorsabban elkészült, mert 8 perc alatt sült meg, úgyhogy szerintem kóstoljuk meg. De szerintem nagyon sok lényeges, meg hasznos információt megtudhattunk Mariantól, úgyhogy nagyon szépen köszi ezeket az infókat. Én is köszönöm ezt a finom desszertet, és további kerttel kapcsolatos tartalmakért kövessétek a Konyha Kert projektet. Illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tettétek meg, megkövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon is, és nagyon szép nyarat nektek, sziasztok! Sziasztok! A kerttápolási tippek és a videó támogatója a Stíl.